Tudományos és technológiai ipari parkká válhat a Mátészalkai Ipari Park. A cím elnyerése érdekében együttműködési megállapodást írt alá a település önkormányzata az ipari park vezető optikai cégeinek képviselőivel. A cím a település, a térség és a helyi vállalatok versenyképességét javíthatja, valamint új munkahelyeket is teremthet. Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg megye második legnagyobb városa. A település a romániai és ukrajnai határ, és az M3-as autópálya közelsége miatt szerencsés helyzetben van. Jelentős átmenő forgalmat bonyolít. Ebből adódóan kedvező befektetési lehetőséget nyújt a település ipari parkja a cégek számára. A nekik nyújtott szolgáltatások terén széles kínálattal rendelkezik a város, a vállalkozás alapításának jogi tanácsadásától, a beruházás tervezésen át a postai és banki szolgáltatások skálájáig. A Mátészalka belterületén elhelyezkedő ipari park által kínált telephelyek alkalmasak ipari csarnokok, irodák, központi elosztóraktárak és kereskedelmi létesítmények számára. Magyarországon 2013 óta létezik a tudományos és technológiai park kategória. Ez az ipari parknak egy 21. századi, innovatív üzleti modell alapján továbbfejlesztett változata. A különbség elsősorban a vállalatok kutatás fejlesztésében és a hozzáadott értékben tükröződik. 2017 végére 12 tudományos és technológiai parkot alakítottak ki Magyarországon, illetve további 10 előkészítés alatt van. Nemrégiben Mátészalkán írtak alá egy együttműködési megállapodást a helyi ipari park vezető optikai cégeinek a képviselőivel. Ez nyugaton és külföldön ismert Science and Technology Park, tehát ez egy abszolút bevett modellje a modern gazdaságfejlesztésnek, és amikor egy befektető külföldi partner azzal találkozik, hogy az önkormányzat ajánlata a Science Park, akkor pontosan fogja tudni, hogy mi az, amivel találkozik, mire számíthat. Nem egy sok százas listában iparterületek és felépítmények közül kell választania, hanem tudja, hogy milyen szolgáltatásokat fog elérni, ott milyen vállalatokat fog találni, ők milyen hozzáadott értéket képviselnek, és akkor a saját tevékenységét is így tudja megtervezni, kutatásfejlesztés, technológiai fejlesztést fog akkor idehozni Mátészalkára. A Tudományos és Technológiai Ipari Park cím a helyi vállalatok versenyképességének javításához is jelentősen hozzájárul. A Mátészalkai önkormányzat legutóbb a Nyíregyházi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást. A megye Székhely Felsőoktatási Intézménye ezentúl kutatásfejlesztéssel és képzésekkel segíti a Mátészalkai Ipari Parkban működő vállalatok munkáját. Vennük a stúdióban Mátészalka polgármestere Hanusi Péter. Jó napot kívánok, polgármester úr, köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Köszönöm szépen, én is jó napot kívánok. Hát akkor, amikor adáson kívül beszélgettünk az ipari parkról, akkor nagyon büszkén mesélt róla. Arra kérem, hogy most ez a nézők számára is tegye meg. Ha jól tudom, akkor 40 cég van ott most jelenleg, és hát további fejlődés előtt áll. Így van, nagyon helyesen mondja. De ez a 40 ipari parkban, az ipari parkban helyezkedő 40 cég, ez csak egy része Mátészalka cégeinek. Azért vagyok büszke Mátészalka gazdasági életére, mert nagyon-nagyon szerencsés az összetétel a vállalkozásoknak. Tehát több mint 1200 cég van Mátészalkán. Ez azt jelenti, hogyha úgymond bármelyik céggel van egy kis gond ideiglenesen, vagy például volt egy balszerencsés eset évekkel ezelőtt, amikor az egyik gyár leégett, újraépítették, nem történik semmi a várossal abból a szempontból, hogyha mondjuk éppen szünetel valahol a termelés, akkor a város nem megy csődbe, nem fog likviditási problémát okozni ez, azért, mert sok lábon állunk, ugye ez a jó gazdálkodásnak az egyik titka. Ugyanakkor az ipari parkunkban valóban 40 cég rendelkezik, ahol valóban világszínvonalú termékeket állítanak elő. Milyen cégekről lehet beszélni, tehát tevékenység témakörében mit folytatnak? Kiemelnék akkor néhány céget Mátészalkáról a nézőkedvéért, ami érdekes lehet. Mátészalka az egyike annak a 4 városnak, ahol a világ 4 legnagyobb optikai cége közül mind a 4 jelen van. Tehát ebben tényleg a világ élvonalában tartozunk. Felsorolnám ezeket a cégeket, hogyha megengedi. Itt van a Hoya, egy japán nagy optikai cég.
ők főleg Japánban, Amerikában, Ázsia keleti részén, a világ nagyon sok pontján piacvezetőek. De mondhatnám például a Specsavers, ahol ugyanez Nyugat-Európa tekintetében, Nagy-Britannia, Norvégia, skandináv államok tekintetében piacvezetők, és ezt úgy képzelje szerkesztő úr, hogy mondjuk Lisszabonban ma este 6 órakor, ha megrendel egy szemüveget, kiválasztja a keretet, megnézik szépen ott az optikusok, hogy milyen szemüvegre van szükség, akkor az holnap 6 órakor, 24 óra múlva már átvehető. Tehát azért ez logisztikában azért nem kis pálya, amit ezek a cégek. Máté Szalkán legyártják, és Lisszabonban pedig átveszik. Vagy például említhetném ugye a világhírű Carl Zeiss-t, prémium minőségű lencsével, ugye egész Európában ismert és méltán elismert, szintén nagyon büszkék vagyunk rá, illetve például ott van a Flabeg Kft., amit ha így mondok, akkor valószínűleg nem kapják fel a nézők a fejüket, viszont hogyha azt mondom, hogy ugye számtalan gépjármű típus közül lehet választani, de hogyha európai típusról van szó, akkor 85% az esélye annak, hogy Máté Szalkán készül a belső tükör, a külső tükör, illetve a műszerfalnak az üvegelemei, ugyanis a Renault-tól kezdve a Volkswagenen, Lamborghinin, vagy éppen a Premium Bentley, Rolls-Royce kategórián keresztül mindenütt ezek a visszapillantó tükrök, meg ezek a felsorolt tükör elemek, ezek Máté Szalkán készülnek, mert az európai piac 85%-át uralja ez a Flabeg Kft., a világpiacon pedig 65% a részesedés. Mindezek pedig azt mutatják, hogy akkor a város bevételeiben is megjelennek ezek a cégek. Természetes. És hát például az, hogy az optikai ipar milyen szinten fejlett Máté Szalkán, ez jelzi azt, hogy pont a Flabeg Kft. A tavaly a tulajdonosi kör Csehországban szüntette meg a termelést, és a komplett Csehország üzemet Máté Szalkára telepítik. Ez azt jelenti, hogy most ők 60 embert keresnek égről földről, ugyanakkor a gyártókapacitás az pontosan a duplájára nő. Tehát azért a technikai fejlesztés ez is elárulja, hogy most 220-230 munkavállaló dolgozik ott, 60 fővel meg tudják duplázni a termelést, tehát gyakorlatilag a piacvezető szerepüket ezzel a fejlesztéssel nem csak most, hanem 5, illetve a tervek szerint 10 év múlva is meg tudják majd őrizni. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy szakképzett munkaerőre maximálisan szükség van Máté Szalkán. Így van, így van. És nem csak optikai iparban, sorolhatnám például a MOM, a ugye régi magyar optikai műveknek a nevét is megtartották, most már ők nem optikával foglalkoznak, hanem vízóra gyártással. Tehát ők Magyarország egyik vezető vízóra gyártája, gyártócége. De hát ismerik mindjárt a Friesland Kft.-t Magyarországon. A Friesland a Pöttyös Túró Rudiról híres, ugye? És hát azért az elmúlt 5 évben a Pöttyös Túró Rudi az Közép-Európa legnépszerűbb brendje lett kétszer is. Tehát megelőzve sorolhatnám milyen közismert termékeket. Mi erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy a Pöttyös Túró Rudi ekkora hírnévre tetszett, és ennyire szeretett. Ennek kapcsán azért rendszeresen felvetődik ugye a kérdés, hogyha ennyi cég van a városban, akkor milyen a város népesség megtartó ereje? Szerint az elmúlt években sikerült ezt erősíteni? Sikerült. Nagyon jó a kérdés, mert ezelőtt egy olyan durván egy évvel felmerült egy tévesen értelmezett információ. A KSH részéről jelent meg egy szám, ami alapján Máté Szalkán volt az országban az egyik legnagyobb szinten az elvándorlás. És ezt abból szűrték le, hogy a lakosság szám 2009-től 14-ig csökkent egy olyan 224 fővel pontosan. Utána néztem ugye részletesen a számoknak, és akkor például hoztak egy másik várost, ahol meg, na ott pedig a legjobban nőtt a lakossága a bevándorlás részéről. Hát mi darabokra szedtük ezeket a számokat, mondanom se kell, és én őszintén ezek gőzöm nincsen, hogy a KSH honnan szedte azt, hogy ez az elvándorlás miatt van, ugyanis mi megnéztük egyesével a születések számát, illetve a halotti anyakönyvek számát, tehát az elhalálozások számát is. Egy megdöbbentő adat került elő, ebben az időszakban 450-nel többen haltak meg,
mint ahányan születtek a városban. Tehát szó nincs elvándorlásról, sőt, hogyha ugye ezt a 450-est nézzük, akkor is 224-gyel csökkent abban az időszakban a lakosságnak a létszáma, éppen hogy bevándorlás van, mert különben 450-nek kellett volna. Így jelen pillanatban ez a 17.600-as létszám tartva van, sőt az elmúlt egy-két évben már megfordult a trend, hát pont azért, mert ugye nagyon sok fiatal telepedik Mátészalkára munkahelyet keresve, hiszen most Mátészalkán, aki nem tud elhelyezkedni, ott, hogy is mondjam, ott egyéb problémák is vannak, ugyanis ezekben az ipari üzemekben gyakorlatilag 200 új munkavállalót holnap reggel 7:30-tól várnak szeretettel, úgyhogy már érdekes, hogy mi is ezzel a problémával küszködünk. Beszéljünk még egy picit erről a Tudományos és Technológiai Ipari Park címről, ez még egyelőre nincs az önök birtokában. Nincs. Mit kell azért tenni, hogy ez legyen, tehát hogy rendelkezzenek ezzel? Nagyon-nagyon sok egyeztetés eredmény az, hogy eljutottunk idáig. Ugye a Tudományos Technológiai Ipari Park cím az nem csak egy üres cím, hanem hogy a KOM-ban is elhangzott, ez egy másik szint, egy first level, tehát ez azt jelenti, hogy ez tényleg az ipari parkok krémje, legalábbis hozzáadott érték és kutatásfejlesztés terén. Nyilván ezek a cégek, világhírű cégek, amiket felsoroltam, nem csak terméket gyártani szeretnének Magyarországon, hanem egyre inkább kialakul az a szellemi bázis, az a tudásbázis, ami mentén kutatásfejlesztési pályázatokat szeretnének beadni. Ugyanakkor sokkal könnyebb egy olyan tudományos technológiai ipari park címmel rendelkező pályázatból pályázni, ahol ez az összefogás megvalósult a cégek között. Nem egyszerű ez, mert gyakorlatilag ezek a cégek, legalábbis a négy nagy optikai cég, akármilyen módon, de mégiscsak valamilyen szinten versenytársai, legalábbis hárman, akik szemüveggyártással foglalkoznak, ezek a cégek versenytársai egymásra, viszont hál' Istennek az elmúlt 2-3 évben sikerült olyan kapcsolatot kialakítani ezeknek a cégnek a felső menedzsmentjével, minden túlzás nélkül szinte napi kapcsolatban vagyunk velük, és ez ezer apró probléma gyors megoldását teszi lehetővé, hogy megtalálták azokat a közös kapcsolódási pontokat, ahol tudnak együtt dolgozni. Hát nyilván nem terméket fognak együtt gyártani, mert hát az mindenkinek a saját kis piaci portfóliója, de például környezetvédelem. Például a lencsegyártásban felhasznált anyagok, segédanyagok, vagy éppen a hulladék kezelés, a munkaerő problémák, a HR problémák, ez mind-mind egy közös kapcsolódási pont, amelyekre kutatásfejlesztési modelleket lehet alapozni. Ha azt nézzük, hogy 19 megyeszékhely van, és csak 12 technológiaipari park cím, akkor elgondolhatják a kedves nézők, hogy mennyire nehéz összehozni ezt, hogy összevágjanak az érdekek. Ugyanis ennek az ipari park címnek az egyik fontos feltétele, hogy ezekkel a cégekkel együttműködési megállapodást kell aláírni, amelyek rájuk nézve is egy közös fellépést, egy közös arculatot generálnak. Még egy rövid kérdés, mi a következő lépés? A következő lépés az, hogy napokon belül, de szó szerint napokon belül, egy-két napon belül a pályázat benyújtásra kerül, ami azért fontos, mert információnk szerint nemzetgazdasági miniszter úr Varga Mihály úr márciusban dönthet a következő bővítésről, és ahogy elmondta, az országban durván összesen még 10 várható, és utána ezzel megállt a magyar kormány, és természetes utána kutatásfejlesztésben célpályázatok kiírása várható, amelyekkel mi szeretnénk ezeket a cégeket segíteni. És itt lépett kapcsolatba, szintén említették a Nyíregyházi Egyetemmel való együttműködés. Nyilván kézenfekvő, hogyha kutatásfejlesztésben együtt akarunk működni, akkor ez egy nagyon rugalmas, mégis kiemelkedő tudásbázissal rendelkező oktatási intézményre van szükség. És hát nyilván én pedig lokálpatriótaként elsőként a megyében a Nyíregyházi Egyetemre gondoltam. És hát itt is szeretném megköszönni a vezetésnek, rektorasszonynak az, hogy kvázi csütörtökön beszéltünk múlt héten először, és kedden már aláírtuk a megállapodást, amelynek részeként a Nyíregyházi Egyetem ennek a mátészalkai cégcsoportnak, illetve az önkormányzatnak harmadik szegmenseként belépett az együttműködésbe. Polgármester úr, sok sikert kívánunk a további munkához, és köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.